Vlagyimir Putyin a házigazdája annak a csúcs találkozónak, amin több mint 200 ország, köztük Kína, India, Dél-Afrika és Törökország vezetője vesz részt. A 2009-ben alapított BRICS csoport a feltörekvő, gyorsan növekvő gazdaságok szövetsége, amik az előrejelzések szerint 2050-re együttesen uralhatják a világgazdaságot. Az oroszországi találkozó részt vesz az ENSZ főtitkára is, amit Ukrajna élesen bírál. Kijev szerint António Guterres a meghívás elfogadásával nem a békét szolgálja. Szigorú biztonsági intézkedések mellett tartják a BRICS országok háromnapos csúcs találkozóját az oroszországi Kazányban. A rendezvényen 36 ország képviselteti magát, közülük 22 állam a legmagasabb szinten. Mások mellett Kína, India, Dél-Afrika, Törökország és Egyiptom elnöke, valamint több nemzetközi szervezet vezetője is részt vesz a találkozón. Korábban az orosz elnök egyik tanácsadója a rendezvényt az Oroszországban valaha volt legjelentősebb diplomáciai eseménynek nevezte. A vendégeket Vlagyimir Putyin fogadta, aki több ország vezetőjével tárgyalt egyebek mellett gazdasági és biztonságpolitikai témákról. Az orosz elnök az új fejlesztési bank elnökével folytatott megbeszélésen azt mondta, a BRICS tagok közötti pénzügyi elszámolásoknál fokozni kell a helyi valuták arányát, ami egyebek mellett a pénzügyi függetlenségüket növeli. A helyi valutákban történő elszámolások növelése lehetővé teszi a BRICS tagországok pénzügyi függetlenségének növelését és a geopolitikai kockázatok lehető legnagyobb mértékű csökkentését. Emellett utat nyit a gazdasági fejlődésnek a politikától függetlenül, amennyire csak lehetséges a mai világban, mondta Vlagyimir Putyin. India elnöke az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban a béke fontosságát hangsúlyozta az orosz elnökkel tartott találkozóján. Narendra Modi kiemelte, a kazanyi találkozó újabb alkalmat teremt, hogy megvitassák ennek az esélyeit. Úgy gondoljuk, hogy a problémákat békésen kell megoldani. Teljes mértékben támogatjuk a béke és a stabilitás mielőbbi megteremtését. Készek vagyunk, hogy minden lehetséges segítséget megadjunk, közölte Narendra Modi. A dél-afrikai államfővel folytatott megbeszélésén Vlagyimir Putyin kijelentette, növelni kell a kétoldalú kereskedelmet. Majd hangsúlyozta, Oroszország kiemelt célja, hogy erősítse a kapcsolatait és szerepét az afrikai kontinensen. Oroszország és Kína együttműködése hozzájárul az igazságossághoz a világban. Ezt pedig a kínai elnök közölte, amikor Vlagyimir Putyinnal tárgyalt. Xi Jinping kiemelte, mindkét ország célja az együttműködésük elmélyítése, mert az stabilizáló hatású és a két nagyhatalom kapcsolatát a nemzetközi helyzet változásai sem rendíthetik meg. Oroszország és Kína minden téren folyamatosan erősíti és szélesíti stratégiai és gyakorlati együttműködését. Jelentős lendületet adva ezzel a nemzetközi fejlődésnek, hozzájárulva a két ország lakosságának jólétéhez és az igazságosság védelmezéséhez a világban, mondta a kínai elnök. Szerdán az ENSZ főtitkár is megérkezett Kazanyba, hogy részt vegyen a BRICS csúcs találkozón. António Guterres látogatását már a hónap elején bejelentették, de az éles kritikákat váltott ki Ukrajna részéről. Kijev ugyanis bírálta a főtitkárt, mert szerinte az rossz döntést hozott, és a részvételen nem szolgálja a békét. Szakértők szerint a kazanyi csúcs találkozó fontos mérföldkő lehet a nemzetközi kapcsolatok alakulásában. Hozzáteszik, hogy António Guterres részvétele ugyancsak az esemény jelentőségét mutatja.